Tegyük fel, hogy nem vagy annyira benne a játékvilágban, mint mások. Nem követed napra készen az új PlayStation 5 megjelenéseket, és nem is szeretnél mindennel játszani, csak arra szánnál időt, ami tényleg minőségi szórakozást ígér. Nem biztos, hogy neked is tetszeni fog, ami világszerte millióknak, de ha a legjobbak közül válogatsz, akkor nagyobb eséllyel nyúlsz bele a jóba. Mi most ezzel a listával próbálunk neked segíteni. Nem azt állítjuk, hogy csak a videóban szereplő játékokkal érdemes játszani, mással nem is, de ha nincs időd mindenre, vagy nem szeretnéd a platformra elérhető 1000-nél is több cím mindegyikét egyesével átnézni, biztosan találsz majd valamit, ami hetekre, akár hónapokra lefoglal. Mint láthatjátok, nem csak exkluzívokból válogattunk, hiába számítanak nyomós érvnek azok a konzol mellett. Az eredetileg PS4-re megjelent, de a PlayStation 5 előnyeit ki nem használó játékokat nem vettük fel, azokkal meg lehetne tölteni külön egy listát, de a PS5-re legalább egy patch-sel felhúzott játékokat betettük, hiszen még jobb élmény is őket ezen a platformon játszani, mint az előző generációs gépeken. És még egy dolog, ez nem egy ranglista, hanem egy ajánló, nem számít, hogy melyik játék hol szerepel, nem is lenne fair vagy logikus egy versenyjátékot egy akciójátékkal összehasonlítani, így inkább ABC szerint rendeztük őket. Vágjunk is bele! Csúcsára érte a vikingek hódításának korábban játszódó Valhallával az Assassin's Creed sorozat, legalábbis abban a formában, ahogy a 2017-es Origins óta ismerjük. Amikor a régi formulába a játékosok már belefáradtak, és hiába volt jó a szindikét, egyszerűen nem váltott ki akkora érdeklődést, a Ubisoft Montreal csapata megállt egy pillanatra, átgondolta, hogyan újíthatna, és alkotott valami fantasztikusat. Egy tartalmas, nyílt világú akciószerepjátékot. A 2020-as Valhalla lett aztán a széria legszebb, legizgalmasabb, értékelhető tartalommal legjobban megtömött része, egy izgalmas sztorival, több érdekes főszereplővel, fantasztikus hangulattal. Számokban többet adott az Odyssey, de nem a mennyiség, hanem a minőség számít igazán. Akkor is bátran vágj bele, ha az AC sorozat ismeretlen a számodra, önmagában is érthető lesz. A generáció egyik legnagyobb indie sikerjátéka, a szintén fantasztikus Hades mellett, az a Cult of the Lamb, amiben egy a halálból visszatérő bárányt irányítva kell szektát alapítanunk bájos, erdőlakó állatkákból. A hitetlenek elpusztítása mellett kolóniánk építgetése is a feladataink között szerepel. Nagyon könnyű rákapni, a látványvilága és a játékmenete egyaránt elvarázsol, különösen akkor, ha kedves emlékeket ébreszt benned a Happy Tree Friends vagy a South Park azon része, amikor az erdei állatok a sátánnak áldoznak. Remasterekkel azért mellé tudnak lőni még a legnagyobb fejlesztők és kiadók is, de a remake-ekből jól állunk, különösen 2023-ban. Az Electronic Arts szárnyai alá tartozó Motive Studio kapott lehetőséget arra, hogy a Dead Space megjelenése után 15 évvel felfrissítse a szerencsétlen sorsú mérnök Isaac Clarke első kalandját, és ezt a kihívást kiválóan sikerült teljesíteni. A 2023-as Dead Space amellett, hogy gyönyörű és minden elemét tekintve teljesen modern, egyszerre hozza az eredeti hangulatát és tesz hozzá úgy, hogy attól még jobb legyen. Isaac most már megszólal, az ellenfelek szétszedése véresebb és jobb élmény a zéró gravitációs terekben mozogni. Igazi horror klasszikus, csak remélni tudjuk, hogy a folytatásai is hasonló elbánásban részesülnek. A Souls-like műfaj trónján most az Elden Ring ül, spoiler, lesz még róla szó ebben a videóban, de ez sem lenne, ha nem lett volna a 2009-es Demon's Souls. Ez volt a From Software azon játéka, ami lefektette a zsáner alapjait, erre építkeztek aztán a Dark Souls-ok, a Bloodborne és minden, ami ezek után jött. Nem volt rossz ötlet a Sony-tól, hogy a PlayStation 5 egyik nyitó címének választotta a játék 2020-as remake-jét, amivel a Bluepoint Games végzett mesteri munkát. Hozzácsaptak néhány felszerelést a felhozatalhoz, nehezítették még egy kicsit a játékmenetet és a testreszabási lehetőségek számát is bővítették. A módosítások ellenére ez még mindig egy kemény, középkori fantasy hangulatú akciószerepjáték, amiben a cél elérése nem egyszerű feladat, de a sikerélmény miatt megéri küzdeni. A Blizzard nagyjából a Diablo 3 óta szinte csak rontotta megítélésén, minden jól sikerült World of Warcraft kiegészítőre jutott egy gyengébb vagy egy mobilos Diablo spin-off, esetleg egy belbaltázott Overwatch. Azonban reményt adott, hogy kiválóan sikerült a Diablo 4, ami elődjét is több tekintetben felül tudta múlni, még úgy is, ahogy nem számítottunk rá.
Nagy pozitívum például, hogy van egy izgalmas, épkézláb történet, középpontban egy tekintélyt parancsoló gonosz démonnal, Lilith-tel, ami miatt már a kampány végigjátszása sem csak egy ész nélküli darálás. A hangulata is hamar magával ragad, a fejlődési rendszere is csak pont annyira összetett, amennyire kell, és vége láthatatlanul érkeznek hozzá az új tartalmak, tennivalók, hogy a történet végére érve se akarjuk elhagyni majd Sanctuary világát. Akármikor is kezdesz bele, ha egy jó akció RPG-t keresel, ebben több tíz órányi szórakozást találsz. Pár éve még azt gondoltuk, a Souls-like egy réteg műfaj, csak azok vállalkoznak a nagy kihívást nyújtó harcokra, akik nem kikapcsolódásként játszanak, hanem a kihívást keresik. Úgy tűnik, ők sincsenek kevesen. A 2022-es Elden Ring több mint 20 millió példányban kelt el világszerte. Tényleg különleges játékról van szó, amiben szabadon bejárhatunk egy nagy, nyílt világot, amelynek minden szegletében vár ránk valami érdekesség. Folyamatosan haladunk, fejlődünk, egyre többet tudunk meg a világról anélkül, hogy bármit is a szánkba rágnának. Teljesen megérdemelten lett több díját adón is az év legjobbja, és bár nem való mindenkinek, aki rászánja magát, felejthetetlen élményben részesülhet. Sajnos a Final Fantasy 15-öt készítő Luminous Productions Forspoken címet viselő játékával csúnyán a földbe állt, de a Final Fantasy 16-ot nem rájuk bízták, a Square Enix egyik belsős csapata alkotta meg és nem okoztak csalódást. Utunk ezúttal Valista földjére vezet, ahol a trónokharcát idéző drámázás közepette próbálhatunk megküzdeni mindenkivel, aki az utunkat kívánja állni. Látványos, akciódus játékmenete mindvégig izgalmas, és ugyan nem ez a legmélyebb szerepjátékos elemekkel rendelkező akció RPG, más elemeivel kompenzálja ezen a területen jelentkező hiányosságait. A sztori a lebilincselő, karakterei szimpatikusak, akiknek a történetmesélés is fontos, nem csak a kardozás, emiatt is élvezni fogják. Az előző generáció egyik legkiválóbb játékára egészen a végéig kellett várni. Ahogy a The Last of Us Part 2, ugye a Ghost of Tsushima is 2020 nyarán jelent meg, pár héttel a PlayStation 5 debütálása előtt. Teljessé tenni és a maximumot kihozni belőle 2021-re sikerült, amikor is megjelent a PS5-re optimalizált Director's Cut változat, amely nem csak szebbé tette Tsushima szigetének látványát, egy új, többjátékos módot és egy egyjátékos kiegészítőt is tartalmazott, ami Iki szigetére invitált a Jint. A Kurosawa munkássága által erősen inspirált játékban szamurájnak állhatunk és varázslatos tájakat járhatunk be, miközben megszabadítjuk a fejüktől a mongol hordákat. Harcrendszere igazán különleges, de játék menetében további ötletes, a világba illeszkedő megoldások is felfedezhetők. Például az, hogy a szél vezet minket az utunkon, vagy hogy rókákat követve juthatunk el a szentélyekhez. Az utóbbi 4-5 évben bámulatos megújulásoknak lehettünk tanúi. Rebootot olyan jól talán még senki nem csinálta, hogy a Sony Santa Monica, amikor a görög istenekkel vívott véres harcairól ismert Kratoszta a hűvösebb északra, a skandináv mondavilág eseményeinek területére küldte fel, hogy ott tegyen rendet immáron fiát óvóféltő apaként. A 2018-as God of War az évtized egyik legjobb akciójátéka lett, filmszerű történetmesélése, pont kellemesen összetett harcrendszere milliókat rántott magával. Nem vártunk kevesebbet a 2022-es folytatástól, a God of War Ragnaröktől sem, amit tovább mesélte Kratos és Atreus kalandjának, istenekkel való viaskodásának történetét, egyúttal le is zárta azt. Pont annyit kínált, amennyit egy folytatástól elvárnánk, a már ismert játékmenetet kibővítve, a megszokott hangulatot és még több tartalmat. A God of War-t mindenképpen érdemes pótolni, de igazán a Ragnarök csap majd oda, mint Thor villámai. Örök vita, hogy a PlayStation tulajok járnak-e jobban a Gran Turismo-val, vagy az Xboxosok lehetnek-e boldogabbak a Forza széria miatt. Szerintünk mindketten örülhetnek, mindkét sorozaton látszik a gondoskodás, hogy autórajongók készítik őket autórajongóknak. Ha te is annak tartod magad, a Gran Turismo 7-et nem tudod majd nem csillogó szemekkel játszani. A gyönyörű látvány mellett az autózás történelme előtt tisztelgő körítés is hangulatba hoz, nem beszélve a vezetési élményről, ami több száz autó esetében mindig más és más. Nem mellesleg PSVR 2-vel játszani is élvezet, ha van egy headseted, ne hagyd ki semmiképp. Mindjárt folytatjuk, de ne feledjétek, ha tetszik nektek ez a videó, akkor bátran dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna. Most viszont pörgünk tovább, mert messze nem értünk még a lista végére. Nem valószínű, hogy az újabb játékosok ismerni fogják a Killzone nevet. Utoljára a PS4 indulásakor bővült a sorozat egy lagymatok folytatással, aztán a Guerrilla Games mással kezdett el foglalkozni.
és milyen jól tette. Óriási meglepetést okozott az egészen újszerű Horizon Zero Dawn-nal, amiben több évezreddel az emberiség teljes pusztulása után egy fiatal harcost irányítva küzdhetünk meg törzsi népek és robot lények hadaival az általunk ismert földromjain. A Forbidden West ennek folytatása, még többet megtudhatunk belőle arról, hogy mi történt a világgal, felfedezhetjük az Egyesült Államok nyugati területeit, megismerkedhetünk szimpatikus új karakterekkel, és még több eszköz segítségével bánhatunk el új, eddig nem látott szörnyekkel is. Igazán a Horizon Zero Dawn után érdemes fogyasztani. Ha az ember olyan párt választ magának, aki még ha nem is videójátékos, azért nyitott a virtuális kalandokra, akkor két úton mutathatja meg neki, hogy mennyire csodás élményeket rejt ez a világ. Vagy elindít egy sztori központú játékot és maga mellé ülteti, vagy a kezébe ad egy kontrollert és egy kooperatív címmel vezeti be őt. Utóbbiak számára nincs jobb választás az It Takes Two-nál. A kizárólag párban játszható játékban egy válófélben lévő szülőpárost, Codyt és Mayt irányíthatjuk, akik egy varázskönyv miatt játékbabává változnak, és csak úgy alakulhatnak vissza, ha részt vesznek egy rendhagyó párterápián. A kihívásokat csak együttes erővel tudják teljesíteni, de semmi olyan nincs, amit a kontroller működésének gyors elsajátítását követően ne lehetne megcsinálni. Gyakorlott játékosoknak is kellemes órákat kínál, és még kompetitív mini játékok is színesítik. Bár elvitathatatlan, hogy a mostohán kezelt szuperhősös játékoknak a Batman Arkham széria mutatott irányt, a 2018-as Marvel's Spider-Man bizonyította, hogy nem csak Gotham védelmezőinek kalandjait lehet kiemelkedő, nyílt világú játékban feldolgozni. Az Insomniac Games egy pókember rajongókat azonnal magába szippantó játékkal állt elő, amiben megjelent Peter Parker és Miles Morales, néhány legendás gonosz, mint Rhino vagy Scorpio, és Mr. Negatív is, akit a nagy közönség kevésbé ismert. A Manhattan felhőkarcolói között hálóhintázást nem lehetett megunni, ahogy a harcrendszer is sorra mutatta meg újabb és újabb mélységeit. A PlayStation 5-tel debütált kvázi spin-offja a rövidebb, de hasonlóan szórakoztató és újításokat is tartalmazó Miles Morales. Még van időtök mindkettőt bepótolni a Marvel's Spider-Man 2 érkezés előtt. A Ratchet & Clank Rift Apart mutatta meg elsőként, hogy mire képes igazán a PlayStation 5, különösen az abban dolgozó villámgyors SSD. A 2016-os reboot alapjaira épülő játékban hasadékokon át úgy válthatunk világok között, ahogy még soha, és akárhová is vitt minket az élet, lenyűgözően gyönyörű bolygókon járhattunk. Bemutatkozott Rivet, egy új főszereplő, rengeteg kreatív fegyver állt a rendelkezésünkre, és kellő arányban volt meg a nyitottság és a linearitás. Akcióplatformerből ennél jobb nem is kell. Nem csak a Souls-like játékok tudnak izzasztóak lenni, mint azt a külső nézetből játszható roguelike a Returnal is bemutatta. Főszereplője Celine, egy űrhajós, aki az Atropos bolygón egy időhurokban ragad. Ha meghal, kezdhet mindent előről, de már tapasztaltabban. A világ néhány eleme, köztük a pályák elrendezése is véletlenszerűen változik minden nekifutásnál. A repkedő lövedékek és az erőszakos ellenfelek között életben maradni nagy kihívás, de pont ez az, ami miatt a Returnal nehezen engedi el az izzasztásra fogékonyakat. A története is izgalmas, és egy ideje már kooperatívan is játszható. Úgysem könnyebb, de legalább osztozhatsz valakivel a fájdalomban. Az első néhány év, amíg a LEGO címek kivételével az Electronic Arts-nak kizárólagos szerződése volt a Star Wars játékokra, nehézkesen telt. Nem a Battlefront széria újabb részeire emlékszünk majd vissza a legszívesebben. Aztán jött a 2019-es Star Wars Jedi Fallen Order, és felcsillant egy új remény. A Souls-like-okból és a Metroidvániákból is merítő, de azért valamivel könnyebb, történetközpontú játékban Cal Kestist, a 66-os parancs kiadása után rejtőzködő Jedit irányíthattuk, aki igyekszik kibújni a birodalmiak karmai közül. Ennek folytatása 5 évvel később veszi fel a fonalat, és bár Kestis élete nem lett könnyebb, már sokkal tapasztaltabban nézhet szembe a ráváró kihívásokkal. A Respawn játékmenetben is újított, például 5 különböző harci állással, a pisztoly használatának lehetőségével és új erőképességekkel is. A pályák is tágosabbak lettek, mindenképp érdemes ezt végigjátszani, de jobb előbb a Fallen Order-t letudni. Legalább egy verekedős játék jó, ha van az ember játéktárában, általában könnyű rávenni a havarokat egy kis csépelésre, és mindenki jól szórakozik, amíg valaki el nem lő egy titkos, kivéthetetlen, általa hosszú órák munkájával begyakorolt kombót. A Street Fighter 6 több okból is jó választás. Egyfelől senkinek nem lehet benne kitépni a gerincét, ezért családbarátabb a riválisainál, másrészt tökére fejlesztette a formuláját a Capcom, a sorozat legjobb része lett.
még akár az év verekedős játéka is lehet, ha nem nyomja le a Mortal Kombat 1. A lényeg persze az, hogy a 18 karakter egyikét irányítva előbb nullázzuk le az ellenfelünk életreit, mint ő a miénket, és offline vagy online harcokban bizonyítsuk, hogy nekünk megy a legjobban a Hadouken. Nem lenne bős dolog egyiket a másik nélkül ajánlani, akinek eddig kimaradt a The Last of Us sorozat két része, az nem találhat jobb alkalmat arra, hogy most pótolja. A Part 1 az eredetileg 2013-ban debütált első játék modernizált, szinte teljesen szintre hozott verziója, benne a Left Behind DLC-vel, ami néhány órában mesél Ellie és Riley kapcsolatáról. A Part 2 pedig a teljes értékű folytatás, középpontban Ellie-vel és Abby-vel. Inkább dráma, mint horror, inkább a történetmesélés benne a lényeg, mint sem az akciózás. Bár vannak hörgő, morgó, kattogó szörnyek benne, és ildomos őket lopakodva elintézni, a hangsúlya a túlélők kapcsolatára helyeződik. Egyedi élmény mindkettő, különösen a Part 2, ami úgy mesél ilyen a sztorit, hogy a végén már azt sem tudjuk, mi jó emberek vagyunk-e egyáltalán. Ma már mondhatjuk, hogy a világ a Naughty Dog nevét inkább a The Last of Us szériáról ismeri, különösen az HBO adaptációja után, pedig sokkal tovább futott az Uncharted sorozat, a Sony saját Tomb Raider-e, amiben Nathan Drake szerepében díszes kíséretével együtt kalandozhattunk a világ különböző pontjain. A Legacy of Thieves Collection a negyedik részt és a The Lost Legacy című spin-offot tartalmazza, amik önmagukban is élvezhetők, de a teljes élményre vágyók jobban teszik, ha a PS4-re megjelent, ám PS5-ön is futó Nathan Drake Collection-nel kezdenek. Ebben az első három rész kapott helyet. Történetmesélésben és hangulatban igazán erősek, kár lenne őket kihagyni. Bizonyára sokaknak mond valamit a Tony Hawk's Pro Skater franchise, ami megszámlálhatatlanul sok résszel bővült az évek során, de sokaknak az első kettő maradt örök emlék. Szerencsére nem kell az igencsak koros, első PlayStation-re megjelent változatokkal beérnünk, mert a Vicarious Visions felturbózta nekünk őket, új, modern játékként tálalva a széria első két részét, ami egyszerre élvezetes a franchise-al most ismerkedők és a veteránok számára is. Nagy kár, hogy a csapatot a Blizzardba olvasztották, így nem sok esély van arra, hogy elkészítik a további részek remake-jét is, de legalább az első kettő van, beírjuk ezzel is. Akinek teljesen ismeretlen volna, annak annyit kell tudnia, hogy látványos módon gördeszkázhatunk a játékokban, szédületesen trükközve, törekedve arra, hogy teljesítsük az adott pályákon kitűzött célokat, összegyűjtsünk mindent, amit kell, és a kombóinkkal új rekordokat állítsunk be. Van még valami, amit ti imádtok, és kár volt kihagynunk erről a listáról? Írjátok meg kommentben. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra, és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!